A bajnok Moltik Szegedi évzáró ünnepsége nem csak önfelett, hanem történelmi pillanatokról is szólt. A klub fennállása során először vonultatott vissza messzámot, méghozzá a 7 év után távozó csapatkapitány Jonas Cselmani. I didn't expect that from the club, honestly. Igazán nem számítottam erre. Azt hiszem, ez a gesztus mutatja, mennyit számít nekem a klub, és hogy én is adtam valamit a Szegednek. Fantasztikus volt itt játszani, és ennyi élménynek, sikernek részesévé válni. Úgy érzem, az utolsó két hétben remek munkát végeztünk, készen álltunk, hogy a végsőkig harcoljunk. A döntőben a legfontosabb az volt, hogy az első meccset 3 góllal nyertük. Ez volt a tökéletes különbség. Az 5 talán már rosszat tett volna nekünk. Veszprémben mind a két fél időt jól kezdtünk, de a kulcs a második eleje volt, Bánhidi piroslapja és Mackovsek kisebb sérülése miatt. A 4 gólos különbséget döntőnek éreztem. Nehéz 120 percen keresztül ilyen szinten teljesíteni. Mivel sikerült, azt gondolom, megérdemelten lettünk bajnokok. Mindig a győzelem számít, de ezúttal a mikéntje is fontos, hiszen remekül kézilabdáztunk, végig válvetve harcoltunk, hogy igazán felettetni tudjuk a korábbi gondjainkat. Rengeteget jelent nekem ez a cím. Nyertem már szlovén, meg lengyel bajnokságot, de a magyar az hiányzott. Az utolsó 5 percben, amikor felnéztem az eredményjelzőre, és tudtam, hogy megnyertük, meg láttam azt is, hogy már az ellenfél is tudja, akkor ott egy óriási kő esett le a szívemről. Nagyon boldog vagyok most. Ez a döntő pályafutásom egyik legnagyobb pillanata. Külön öröm, és tényleg fontos, hogy együtt ünnepelhettünk a szurkolóinkkal, hiszen majd egy évig nélkülöznünk kellett őket. Megcsináltuk, nagyon boldog vagyok. Nagyon sok tanácsot kaptam, beszéltem keresztapukámmal, édesapámmal is a meccs előtt. Mondták, hogy ha pályára lépek, akkor csak úgy, ahogy szoktam, nyugodtan. A lehető tudásom szerint a lehető legjobb megoldani a helyzeteket. Nagy izgalmakkal vártam a döntőt, hiszen ez volt az első bajnoki döntőm. Biztam benne, hogy pályára léphetek valamelyik meccsen, ez megtörtént, nagyon örültem a lehetőségnek, szerencsére sikerült is gólt lenni, 7-es kiharcolni, jól ment a játék abban pár percben, úgyhogy nagyon boldog voltunk. The whole season has been crazy, no? Az egész szezonunk kaotikus volt. Az eleje különösen nehéz, hiszen 4-5 játékosunk volt a meccsekre, a keretet ifikkel kellett feltöltenünk. 20 éve vagyok a profi kézilabdában, de ilyen őrült idényt még sosem tapasztaltam, efelől semmi kétség. A döntővel kapcsolatban sokan mondták, hogy ez a Veszprém nem volt túl jó. De szerintem épp mi voltunk jók, mi tettük őket gyengébbé. Talán a lelkületünkkel tudtunk föléjük kerekedni, persze sok konkrét összetevője is van a sikernek. Kiemelném a kapus teljesítményt és a védekezésünket, mely több lerohanás gólhoz is segített minket. Csapat sportban nem szeretek egyéni dolgokkal foglalkozni. Tettem a dolgom, ahogy a többiek is. Nyilván az elmúlt 5 évben rengeteg tapasztalatot szereztem, mely segített, hogy most is a csapat élére tudjak állni. Ahogy Pásztor is kérte, nagyon figyeltünk az eladott labdákra, igyekeztem kontrollálni a támadásainkat. Külön kiemelném a kapusainkat. Kulcs pillanatokban nagyon fontos védésekkel segítették a csapatot. A védekezésben a Mackovsek és a Gaber nagyon, nagyon jól összeálltott középen, tudtuk pótolni. Támadásban meg nem ugyanazt a játékot játszottuk szerintem, mint amit a Bencével. Hanem kicsit rámentünk az egyegyezésre, bejöttek a gyorslábú játékosaink, és nagyon jól megoldották ezt a nehéz feladatot. A 3 évvel ezelőtt és a mostani bajnoki cím szerintem hasonló. Akkor 4-gyel nyertünk otthon, de hiába volt 7 gól is már az előnyünk, végül 1 találaton múlott. Talán ez az egyetlen fontos különbség, hogy most nem volt reális esélye a Veszprémnek a visszavágón, nem úgy, mint 2018-ban. Most mindent kézben tudtunk tartani, az egyetlen probléma maximum az lett volna, hogy végül nem nyerjük meg a meccset. Büszke vagyok a srácokra, mert most tényleg nagyon kellett küzdenünk, és azt hiszem, ez a finálé megmutatta, hogy egy nagyon komoly csapat vagyunk. Nem könnyű elhagyni az országot 6 év után. 18 évesen érkeztem Balatonfüreden, és Szegeden is nagyon jól éreztem magam. Nem szeretnék távozni, de hát ilyen a mi életformánk. Szerencse is kellett az utolsó gólomhoz, de nem volt előre eltervezett. Inkább az a lényeg, hogy megnyertük a meccset, és a
bajnoki címet. Mindezt a szurkolók előtt velük tehettük. Ez így volt igazán kerek, a lefújáskor elöntöttek az érzelmek. Köszönöm a drukkereknek, a városnak a sok-sok támogatást, amit én és a családom kapott. Mindannyian szomorúak vagyunk, hogy véget ért ez a kaland, de ilyen az életünk, most tovább kell állnunk.